Szerb és magyar hadihajósok a szárazföldön készültek a vízilövészetre. Meglátják, nincs ebben semmi ellentmondás. Fazakas Júlia vagyok, ez a Célkeresztben legújabb adása. Hadihajósok szárazföldön. Összefogás a biztonságért. Erőpróba a betonon. A honvédség hadihajóin rendszeresített fegyverek szárazföldi változatával lőttek magyar katonák a nullaponti lőtéren. Szerb tisztek is jelen voltak, ősszel ugyanis közös lövészet lesz. A Magyar Honvédség hadihajóin rendszeresített 20 mm-es gépágyukkal hajtottak végre éles lőgyakorlatot az MH első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred katonái a nullaponti lőtéren. A magyar hadihajós katonák minden évben kétszer hajtják végre ezt a feladatot, vízi lőtér hiányában a gumikerekes utánfutóra szerelt harceszközökkel. A hadihajós osztály ezen a lövészeten a hajón is rendszeresített 20 mm-es PAV-1, illetve PAV-4 lévédelmi gépfegyverekkel hajtja végre a lövészetet. A legtávolabb cél az 1100 méterre kerül kihelyezésre, és innen egy ilyen közeledő célt imitálva egyre közelebbi célek kerülnek felhozásra. Célanyagok között szerepel helikoptert imitáló célanyag alap, illetőleg páncélozott gépjárműveket imitáló közeledő célanyag. Hajgyes harcriadó! Jöjtel üres! Ritve! Óriási élmény volt számomra a lövészet, mert hát ilyen nagy volumenű gépágyukkal lőni azért nem kis dolog, szerintem. A mostani lövészetet a szerb haderő 5 katonája szintén megtekintette, hiszen idén szeptemberben a szerb hadihajósok is részt vesznek az Iron Cat 2012 névre keresztelt magyarországi gyakorlaton. Egyike vagyok annak az 5 szerb tisztnek, akik a Novi Sadi folyami flottillától érkeztek. Második alkalommal működünk együtt magyar kollégáinkkal. Tavaly 25 magyar katonát fogadtunk, akiknek lehetőségük volt arra, hogy hajóink éles lőgyakorlatán vegyenek részt. Rövid híreink következnek. Április 24-től a Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampusz nevet viseli a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Hungária körúti objektuma. Az ünnepségen felavatták a névadó mellszobrát is. Dobogósok mundérban. Éremszerző magyar katonák az újkori olimpiai játékokon címmel nyílt kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az újkori olimpiák 64 katona sportolóját bemutató tárlatot dr. Simicskó István parlamenti államtitkár nyitotta meg. Hende Csaba honvédelmi miniszter avatta fel április 26-án a zuglói Egressi Gábor két tannyelvű műszaki szakközépiskolában a katonai alapismeretek tantárgy oktatását szolgáló szaktantermet, amely egyedülálló a fővárosban. Az intézményben heti egy órában tanulják a diákok a honvédelmi ismereteket. Védelmi igazgatási gyakorlatot tartottak Bakony-Csernyén katonák, rendvédelmi szervek és civil szakemberek bevonásával. A Magyar Honvédség felkészül arra, hogy képességeivel, elsősorban meglévő képességeivel támogassa az állampolgárok védelme érdekében zajló katasztrófavédelmi és egyéb feladat végrehajtást. A gyakorlati bemutató keretében a látogatók megtekintették egy katonai áteresztőpont működését. Dokumentumok ellenőrzése fog megtörténni, illetve ruházat átvizsgálás. Fegyver! A gyakorlat célja a katonai rendvédelmi civil szakterületek összefogásának erősítése, a települések önmentő képességének, a polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának vizsgálata és gyakoroltatása. Bázisnapot rendeztek Kecskeméten. A betonon ezúttal is az erői és az ügyességi volt a főszerep.
a repülőbázis alakulatnapjára a kiképzési főnökség állított össze egy járőr versenyszerű játékos, sportos vetélkedőt, amely 8 járőrhelyből állt, és a katonai járőrversenyeknek megfelelő tevékenységet kellett ott végrehajtani. A repülőbázis állományából 16 csapat vett részt a versenyen, csapatonként legalább egy 10 fővel. Jó lesz az! Ez az, még egyet! Én nagyon örülök, hogy az ezred vezetése meghívott erre a rendezvényre, mert látom azt, hogy nem csak a munkában, nem csak a feladatok végrehajtásában, hanem akkor, amikor kikapcsolódni, sportolni kell, akkor is az állomány együtt van. A csapatépítésben, az egymásra utaltság fontosságának a kifejezésében óriási jelentősége van, és ezeket a rendezvényeket én támogatom, és úgy gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek mindig is volt, van és lesz jövője a magyar légierőben. Következő magazinunk május 8-án jelentkezik. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!